Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Az élethez kell igazítani a mezőgazdasági oktatást, intézményvezetőkkel találkozott az agrárminiszter Szexárdon. Felzárkóztatás, hátrányos helyzetű munkavállalóknak segít a Tolna megyei önkormányzat. Élő hagyományok, bukovinai székelytáncversenyt tartottak Bonyhádon. Születésnap, 30 éves a televíziózás Szexárdon. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szükség van rá, hogy az élethez igazítsák a mezőgazdasági középiskolákban folyó szakképzést, mondta Nagy István agrárminiszter a hétvégén Szexárdon. A tárcavezető a Tolna megyei gazdászbál fővédnökeként érkezett a megyeszékhelyre, a Tolnatáj Televízió stúdiójában kezdte programját. A tavalyi esztendőben a 12 agrárfelsőoktatási intézménybe 98 jelentkező volt. Komoly bajok vannak, ezzel kezdte Nagy István miniszter. A tárca egyik legfőbb célja, hogy elősegítse a generációváltást az agráriumban, mert kevesen választják hivatásul ezt a területet, annak ellenére, hogy stratégiai ágazatról van szó. A diákok létszámát már középiskolai szinten növelni szeretnék. A miniszter Horváth István országgyűlési képviselővel együtt találkozott a Dunántúli Agrárszakképző Iskolák tagintézmény vezetőivel, akikkel sorra vették a problémákat. Mint kiderült, sokkal inkább az élethez kell igazítani a tananyagot. Hogyan tudjuk megszervezni a gyakorlati oktatást, hogyan tudjuk a gyerekeket egyre közelebb vinni az élethez, és hogyan tudunk olyan műszaki, technikai környezetet biztosítani a tanulók számára, amellyel megtanulhatják azokat az eszközöket használni. Konkrétan fölmerült a tanuló traktornak a kérdése, hogy hogyan tudjuk a gyerekeket megtanítani, vezetni ezt a járművet, hogyha 30 éves elavult eszköz áll rendelkezésre. Tehát nagyon konkrét feladatokat kaptam, amit nekünk majd meg kell oldani, mind a 63 képzési helyünkön az országban. Már olyan modern technikák vannak az agráriumban, ahol napra kész és felkészült szakembereket kíván ezeknek a használata. Vonzóvá kell tenni a mezőgazdasági szakközépiskolákat. Ugye Tolna megye is egy nagy hagyományokkal rendelkező mezőgazdasággal foglalkozó megye. Simonné Szerdai Zsuzsanna, a szexárdi Csapó Dániel szakközépiskola igazgatója is értékesnek ítélte a találkozót. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos szakmai egyeztetés volt, és nagyon bízunk abba, hogy a későbbiekben ennek aztán majd élvezni is fogjuk a hozadékát. A megbeszélés után Nagy István miniszter megnyitotta a Tolna megyei gazdászbált, ahol a helyi agrártársadalom tagjainak is volt lehetőségük találkozni a tárcavezetővel. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű társadalmi csoportok tagjainak indított felzárkóztatási programot a Tolna megyei önkormányzat. A megye foglalkoztatási mutatói ugyan országos szinten kifejezetten jónak mondhatók, ennek ellenére például az értelmi fogyatékosok közül még mindig nagyon kevesen tudnak munkát vállalni, ezen segít a most indult program. Civil szervezetek képviselői, nemzetiségi vezetők és a velük naponta kapcsolatba kerülő hatóságok, valamint iskolák vezetői képviselői vettek részt a Tolna megyei önkormányzat által szervezett fórumon. A hátrányos helyzetű munkavállalók, úgy mint a romák, a nők, az idősek vagy értelmi fogyatékosok munkaerőpiaci lehetőségeiről egyeztettek a szakemberek. Kevés az a munkahely, ahol hely tudnak állni, így van, mert gyakorlatilag a szakképzés is Tolna megyében elég kevés az a lehetőség, ahova mehetnek, és a munkavállalók sem szívesen alkalmazzák őket. Tisztelet a kivételnek, 4-5 fiatalunk van hosszú évek óta ugyanazon a helyen, tehát azért tisztelettel is tartozunk. Pontosan ezért indította el a Tolna megyei önkormányzat a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűeknek szánt felzárkóztatási programot. A Tolna megyei önkormányzat próbál a megyében lévő hátrányos helyzetű társadalmi rétegeknek segíteni. A megyében 3%-os a munkanélküliség. Én azt gondolom, ezeknek az embereknek még mindig van lehetősége, hogy dolgozzanak, és ebben próbálunk élen járni. A 3%-os munkanélküliségi ráta pedig kimagaslóan jónak számít országosan. Borsod megyében például ugyanez a szám a 8%-hoz közelít. A fórumon előadó szakértő szerint a felzárkóztatásra nincs egységes séma,
Mindenhol a helyi sajátosságokat kihasználva lehet segíteni a hátrányos helyzetűeket. Én nagyon bízom abban, hogy az agrárium kérdése az a legtöbb vidéki helyszínen, a legtöbb vidéki közösségben komoly segítség lehet. Kimondottan bízom abban, hogy itt Tolnában a paksi beruházás nagyon sokat dobhat azon, hogy a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben, ahol egyébként szükség lenne képzett emberekre, adhat egyfajta olyan lendületet, hogy azok, akik eddig esetleg nem tartották fontosnak a szakmaszerzést, azok talán ezt átgondolják. A Tolna megyei önkormányzat felzárkóztatási programja 2020-ig tart. Most a lehetőségek felmérésén dolgoznak a szakemberek, ezt követi majd a megvalósítási időszaka. 11 szakma műhely titkaiba kóstolhattak bele a bátaszéki általános iskolások azon a pályaorientációs napon, amit az iparosokkal közösen szervezett meg a helyi általános iskola. A szakmai nap célja az volt, hogy a gyerekek minél több információt kapjanak a különböző szakmákról, illetve a munkaerőpiacról. A diákok a középiskolák képviselőitől azt is megtudhatták, hogy igen magas ösztöndíj jár, ha hiány szakmát tanulnak. Nagy szükség van a pályaválasztást segítő rendezvényekre, mondják a szakemberek, mivel vannak olyan szakmák Tolna megyében, amit néhány ember űz csupán. Némi változás azonban érzékelhető a továbbtanulási trendekben az iskola igazgatója szerint. Elindult egyfajta lassú-lassú változás a tekintetben, hogy a régen szakközépiskoláknak mondott, ma szakgimnáziumok nevezendő iskolákban tanulnak tovább, ahol a szakmai képzés is megvalósul, és az érettségére való felkészülés, annak végén ugye lesz egy szakma és egy érettségi a kezében, tehát ez egy kicsit előtérbe kerül, valamint a szakképzés, ez a három fő pillére megvan. Idén 10. alkalommal rendezték meg Tengelicen a Kolbásztöltő és Forraltbor Fesztivált, amire ebben az esztendőben 44 csapat jelentkezett. A résztvevők közös véleménye szerint elsősorban a barátkozás hozza össze a hagyományosan visszatérő résztvevőket. A mezőny tagjai idén a rendezők kárpát-aljai testvértelepülését is megsegítették adományaikkal. Ilyen egy klasszikusan jó töltés, mert így nem lesz levegős, mondták többen is, miközben saját bevallásuk szerint a győztes kolbászt készítették. Idén 43 csapat indult, ebből 20 tengelici. Többen két évente csak itt találkoznak, de azt mondják, azért járnak vissza, mert felejthetetlen a hangulat. 12 éve volt az első kolbásztöltő fesztivál, és büszke vagyok rátok, hogy azóta kitartottatok a rendezvény mellett, hiszen 2006-ban, amikor az első volt, 9 csapat töltött egy kicsi sátorban, és 10-15 cm-es kolbászról szólt az egész napunk, semmi több. Most reggel, ahogy megláttam egy-két csapatnál, már a kókuszgolyó be van gyúrva az esti lakomához. Tehát ez iszonyatos nagy fejlődés. A lokálpatrióták az emberek, saját pékségünk, saját vágóhídunk van. Tehát maga most a jelenlegi 2018-ban is számtalan helyre szállítanak akár péksüteményt, akár tőkehúst vagy feldolgozott árut, hiszen bent a helyi termékeket támogatjuk, soha nem engedtünk erre a rendezvényre olyan külsős termékeket, ami mondjuk máshonnan érkezett, azt mutatjuk meg, ami nekünk van, és úgy gondoljuk, hogy emellé párosul a jó hangulat, jó emberek vesznek részt, és ez a titka ennek a nagyon jó rendezvénynek. A jelenlévők persze a kolbásztöltés mikéntje mellett számos fontos kérdésben is egyeztetik nézeteiket. Ezek a kapcsolatok meglévő kapcsolatok, mert itt ha most kimegyek, akkor nem is tudok végigmenni, mert mindenütt meg vagyunk, ahogy állítva. Ez csak a frissen tartása, a memória csiszolása miatt kellenek ezek, hisz ugye évek óta, vagy évtizedek óta a régióval együtt vagyunk, együtt, még Paks 1-be is, hogy együtt tartottuk a kapcsolatot. Most, hogy Paks 2 mezbe vagyunk, ez nem változtat, csak ugye más információkat tudunk adni. És bár mindenki a saját kolbászára esküszik, azért ebben is van némi szakmai standard. A résztvevők adományaikkal ismét segítették Szülős Gyulát, a kárpát-ukrajnai magyar települést, ahol az óvoda működésére és fenntartására fordítják majd az összegyűlt adományt. Első ízben adott otthont Bonyhád a Sebestyén Bada Ferenc szóló és páros táncversenynek. Az egész Dunántúlt megmozgató rendezvényre 10 településről érkeztek nevezések, a zsűri végül 5 díjat osztott ki. Hetedik éve már, hogy először rendezték meg a Sebestyén Bada Ferenc nevét viselő bukovinai székely szóló és páros táncversenyt.
Az évek alatt a bukovinai székesség meghatározóvá vált kulturális rendezvényének ötletgazdái így tisztelektek a Tolna megyébe települt őseik tánckultúráját legjobban ismerő személy előtt. Eddig Kakasdon volt a megrendezése, nagy öröm számunkra, hogy most a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége keretén belül tudjuk ezt tudtuk, illetve a Muharai Szövetség karöltve tudtuk ezt megrendezni. Az idei táncverseny 5 korosztályos kategóriájába 53 nevezés érkezett. A mondhatni az egész Dunántúlt megmozgató rendezvényre 10 településről, Bács-Kiskun, Vas és a messzi Győr-Moson-Sopron megyei Kapuváról is érkeztek fiatal versenyzők, de mellettük természetesen Tolna megye is képviselte magát. Mi hoztunk párokat Szekszárdról, a Bartina Néptánc Együttesből, a szólistáinkat, valamint ugye Dusnokon is tanítunk Tóth Zoltánnal a párommal, és onnan is hoztunk egy párt. A versenyen idén összesen 5 Bada Ferenc díjat osztottak ki. Születésnapot ünnepel a szekszárdi televíziózás. Napra pontosan 30 esztendeje jelentkezett először az akkori szekszárdi közösségi televízió. Éppen ilyen esős borongos nap volt, amikor még a vörös csillag világított a pártház tetején, és az ellenzéki kerekasztal pártjai először szólaltak föl a kormányzó párt értekezletén. Akkor még városi tanácsnak hívták a polgármesteri hivatalt, és Kovács Jánosnak a város első emberét. Ebben a történelmi helyzetben indult útjára a szekszárdi közösségi televízió. Érdekes helyzet volt. 87-88, ez már egy ilyen az olvadás időszak, hogy így mondjam, és érdekes módon annak idején, mint ez utólag kiderült, nem a tanács, akkor mi úgy hívták, szerette volna ezt nagyon, hanem inkább a párbizottság, mert akkor már egy ilyen demokratikus fordulat előkészítése folyt a háttérben. Én azt gondolom, ezt annyira pontosan nem tudom, csak így utólag gondolkodtam ezen, és ez tulajdonképpen egy politikai nyomásra országosan megalakultak ezek a televíziók. A 3 évtized alatt számtalan változás ment végbe, volt, hogy nem működött, volt, hogy 3 televízió is egyszerre Szekszárdon. Az alapító főszerkesztő véleménye szerint a tévé legnagyobb értéke, hogy ma is megvan és szolgáltat. Persze, mint mindenhol a nézői szokások, itt is megoszlanak. Nem, köszönöm, nem szoktam helyi tévét nézni. Minden városnak kell saját. Miért? Hát, népszerűsítjük a városunkat, stb. Szoktam nézni, szoktam. Nyugdíjas vagyok, ráérek, napközben is, vagy este is. Mit kap meg egy helyi televíziótól? Hát a híreket leginkább. Természetesen a helyi híreket, abból a szempontból biztosan. A Tolnatáj Televízió ma már regionális szerkesztőség. A megye számos pontján fogható, és pécsi központtal Baranyában is működik. És hogy mi a szép a tévézésben? Ez egy nehéz szakma. Egy bonyolult szakma, nehéz szakma. Itt okosnak kell lenni, tehetségesnek kell lenni, és sokat kell dolgozni. A televíziózás szakmai tartalma mellett fontos a műszaki biztonság, amit a kezdetek óta biztosít a TAR Kft. Számunkra. 17 ország képviseletében 220-an versenyeztek az év utolsó jelentős nemzetközi légfegyveres versenyén Szekszárdon, a Hungarian Open-en. A 3 nap során mind a juniorok, mind a felnőttek mezőnyében kétszer is megmérkőzhettek a sportlövők, légpuskában, légpisztolyban és futócéllövésben. A mezőny erősségét növelte, hogy a magyar, a szerb, az ukrán és a finn nemzetközileg ismert sportlövők mellett Japánból és Dél-Koreából is érkeztek szép számmal. A több ismert magyar sportlövő első 2 nap során elért dobogós, illetve döntős helyezése után a vasárnapi zárónapon is születtek magyar győzelmek. Nagy László a légpisztolyosok, Cvikolveres Kata pedig a női puskások mezőnyében diadalmaskodott a 10 méteres távon zajló olimpiai versenyszámban. Paks önkormányzata 300 millió forinttal támogatja az Atomerőmű Sportegyesületet, erről szerződést írtak alá a felek. A következő években a támogatási összeg 200-200 millió forint lesz. Paksváros önkormányzata és az Atomerőmű Sport Egyesület megállapodást írt alá, melynek értelmében 300 millió forinttal támogatja az önkormányzat az egyesületet. Az erről szóló megállapodást Szabó Péter polgármester és dr. Kovács Antal ügyvezető igazgató látta el kézjegyével. Az eseményen Pekári Géza, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatója is részt vett. Két fő cél fogalmazódott meg a szerződésben. Az egyik fő cél az az, hogy a
10-től 18 éves korig terjedő korosztálynak a sportolási lehetőségeit tudja ezzel majd az Atomerőmű Sportegyesület biztosítani. Emellett a sportrendezvényekre is kiterjed a megállapodás. Az ASEM ezzel a stabil háttérrel továbbra is be tudja tölteni a neki szánt szerepet. Van közel 1500 tagunk, ennek egy kis része a kisportoló, az összes többi a szabadidősportoló, és nem csak gyerekek vannak, hanem a tapasztaltabb korosztály is, és tényleg sok rendezvényünk van. Az atomerőmű által befizetett építményadó egy része az, ami az egyesülethez kerül támogatásként a megállapodás nyomán. Az egészséges munka és magánéleti egyensúly fenntartása érdekében nyilván fontos szerepe van a tömegsportnak elsősorban, hiszen az a 2500 kolléga és a családtagjai, akik az erőmű üzemeltetésében közrejátszanak, számukra ez megfelelő lehetőséget biztosít, hogy a tömegsport szenvedélyüknek éljenek. A jövőben a támogatási összeg 200-200 millió forint lesz évente. Tolna megyei siker is született a Budapesten rendezett idei budó és küzdősport gálán. A versenyen a belügyi és rendvédelmi szerveknél szolgálatot teljesítők mérhették össze tudásukat. A megmérettetésen a Tolna megyei rendőrfőkapitányságot Bogáncs Gergő rendőrfőtörzsőrmester, a szekszárdi rendőrkapitányság vizsgálója képviselte, aki 73 kg alatti súlycsoportban judóban, valamint a 75 kg alatti súlycsoportban a Gig Grappling földharc versenyben indult, és mindkét versenyszámban a harmadik helyen végzett. Megnyitotta a szekszárdi műjégpálya a hétvégén. A városi sportcsarnok mögött található fedett létesítmény már 12 éve várja a megyeszékhely és környéke korcsolyázni és jégkorongozni szerető közönségét. A Korizóka jégpálya területén továbbra is ingyen találhatnak wifit, a legkisebbek, illetve a jégen még bizonytalanul mozgó pingvin alakú eszközzel tanulhatnak meg korcsolyázni, a kölcsönzőben pedig 170 pár korcsolyával várják a sport szerelmeseit. A nyitónapra sokan érkeztek Tolna megye több pontjáról, a jég szerelmesei között akadt 6 éves és 67 éves is. A jégpályát átszelők között találkoztunk olyan 16 éves jégkorongozókkal, akik a téli hétvégéket kizárólag a pályán töltik, ez az egyetlen szabadidős elfoglaltságuk a hideg hónapokban. Ma nyitott a koripálya, Szekszárdon idén, ez az első nap, már nyitásra ide jöttünk. Úgy tudom, hogy 8 órát is ilyenkor kín vagytok akár. Igen, akár 8 órát, reggel 8-kor nyit a pálya, először délután 1 óráig van nyitva, tehát majd egy óra ebédszünet, és 2-től este 8-ig nyitva van. Általában mi szoktunk pályát tolni, és akár 8 órát is korizunk néha, igen. A régió híreivel folytatjuk. Mezőgazdasági termékek értéknövelése, vállalkozóknak tartottak tájékoztatónapot. Krízis időszak a hajléktalan ellátásban, utcai szolgálat plusz férőhelyek a Támasz Alapítványnál Bécsen. Az internet használat veszélyeiről tartottak előadást bűnmegelőzési nap Mágocson. Mezőgazdasági termelők, kis- és középvállalkozások, őstermelők. Nekik tartottak tájékoztató napot a Baranya megyei vállalkozói központban. A résztvevők olyan pályázatokat ismerhettek meg, melyek a mezőgazdasági termékek értéknövelését célozzák. Az eseményen Mezei Dávid, a vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár elmondta, a kormány ezekkel a lehetőségekkel támogatja az agrártermékek piaci versenyképességét. Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban. Ezzel a címmel hirdettek pályázatot mezőgazdasági termelők, valamint kis- és középvállalkozások, illetve őstermelők számára. A Baranya megyei vállalkozói központ tematikus tájékoztatónapot szervezett a témával kapcsolatban. A rendezvényen Mezei Dávid, a vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár elmondta, a felhívás célja, hogy a kormány az agrártermékek piaci versenyképességét a minél magasabb szintű és minőségű feldolgozottsággal segítse. Ezeket a célokat most két új, régi új, tehát régebben meghirdetett, és most újból megnyitott pályázatunk is támogatja. Az egyik az élelmiszer feldolgozásnak a támogatása, ez egy 50 milliárdos pályázat, ahol 40 milliárd forintból új épületek, új gépek, berendezések
szerezhetők be. A fennmaradó 10 milliárd forint pedig a borászat terén használható fel. Emellett újra megnyitják az ökológiai gazdálkodás támogatását is, mely a biogazdálkodók terület alapú támogatását foglalja magában. Az eseményen elhangzott, a meghirdetett pályázatok különösen fontosak ebben a régióban. Baranya megye az a szerencsés megye, amely az országban egyedülálló módon két borvidéket is a területén tudhat, illetve nyilván az élelmiszeripar is egy nagyon fontos támogatóipar a megyénknek. Az ilyen mezőgazdasági típusú pályázatok nagyon fontosak, nyilván egy agrártípusú ország életében mindenképpen, de egy ilyen rurális megyében, mint Baranya megye pedig különösen. A tájékoztató nap célja, hogy a pályázók közelebbről is megismerjék az igénybe vehető lehetőségeket. Ebben és a pályázatok elkészítésében is segítséget nyújt a Baranya megyei vállalkozói központ. November 1-jével kezdődik a krízis időszak a hajléktalan ellátásban, már most 85-90%-os a Pécsi Támasz Alapítvány létesítményeinek kihasználtsága. A hideg beálltával plusz férőhelyeket biztosítanak, valamint az utcai szociális szolgálat 24 órában működik. A női szálló zsúfoltsága miatt a tervek szerint egy ingatlant felújítanak a közeljövőben. A Pécsi Támasz Alapítvány 1990 óta folyamatosan építi ki a hajléktalan embereket segítő intézményrendszerét. Jelenleg egy 70 fős férfi és egy 20 fős női éjjeli menedékhelyet működtetnek. Ezen kívül térítési díj ellenében 3 átmeneti szállást is igénybe vehetnek a rászorulók, valamint 50 fő fér el az ápoló otthonban. De egy 350 férőhelyes nappali melegedőt és egy 200 férőhelyes népkonyhát is üzemeltetnek. Természetesen a hajléktalan ellátásnak van egy ilyen rutinja, ugye ez ha meleg van, ha hideg van, ilyenkor nyilván plusz férőhelyek, ugye elkezdődik az utcai szociális munka megerősítése, tehát 24 órában vannak, úgyhogy felkészültünk. Ilyen 85%-os különben most az intézményeknek a kihasználtsága, 85-90, van ahol 100% fölött van, ez főleg a női szállon, sajnos kevés a férőhelyünk, ott bővítenünk is kell, mert már dolgozunk rajta, egy ingatlant felújítunk, de az sajnos csak jövőre lesz kész. Ott nagyon kevés most a férőhely, de máshol van és be tudunk fogadni. Jelenleg 70 helyszínre mennek ki minden éjjel az alapítvány szociális szolgálatának munkatársai, de október 15-e óta megfigyelhető, hogy az utcán élők egy része igénybe veszi a plusz férőhelyeket, de nem csak a Támasz Alapítványnál, hanem a Reményházában is. A női szálló zsúfoltsága miatt a tervek szerint egy ingatlant felújítanak a közeljövőben, valamint a férfi éjjeli menedékhelyből egy 20-30 fő befogadására alkalmas lábadozót is leválasztottak. De mi is segíthetünk a Támasz Alapítványnak? Kell menni és ugye megszólítani, mert azért nagyon sok ilyen bejelentésünk van a diszpécser szolgálaton keresztül, hogy az autóban látták, hogy valaki ott fekszik az úton. Mire kimegyünk, már nem is biztos, hogy hajléktalan, hanem valaki rosszul lett és elálljuk, de mindenképpen, hogyha van ideje és van rá módja, akkor álljon meg, kérdezze meg, nézze meg, hogy eszméleténél van-e. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ugye itt életek múlhatnak ezen. Aki meg a jobb állapotban van, de mégiscsak bejönne, az pedig a diszpécser szolgálathoz be lehet jelenteni, és akkor kimennek az utcai szociális munkások és behozzák. A Támasz Alapítvány működési területe Pécs városa és annak környéke, de működtetnek Baranya megyére és a dél-dunántúli régióra is kiterjedő szolgáltatásokat. Bűnmegelőzési napot tartottak a Baranyai Mágocson. A településen is zajlik a lépésváltás projekt, melynek célja, hogy a közösséghez, térséghez való kötődést erősítsék a lakosságban. Ennek keretében tartottak előadást az internet használat veszélyeiről. Az internetben és a közösségi oldalakban rejlő veszélyekről tartott előadást Mágocson a rendőrség. A programot a Lépésváltás az Északhegyháton projekt részeként rendezték meg a Baranyai településen. A Lépésváltás alapvető célja a humán közszolgáltatások fejlesztése, illetve az életminőség javítása, amihez a közbiztonság alapvetően hozzátartozik. A mai a bűnmegelőzési fórum nevet viselő rendezvény. Ennek célja a bűnmegelőzési stratégia előkészítése a térségben élők számára. A programmal arra hívják fel a figyelmet, hogy az Északhegyháton is lehet még jobb az élet. Az előadásra pedig bármely korosztályból érkezhetett a közönség. Minden korosztálynak szól, hiszen ez egy bűnmegelőzési fórum volt a rendőrség részéről, de a megjelent résztvevők között voltak 7. és 8. osztályos általános iskolás gyerekek, illetve felnőttek, nyugdíjasok és a polgárőrség tagjai is részt vettek az előadáson.
A lépésváltás projekt egyébként a térség 6 településén zajlik. A programokkal szeretnének hozzájárulni a helyben boldoguláshoz, erősíteni a közösséghez, településhez való kötődést. Ebben helyi mentorok segítik a résztvevőket. Végül nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Az élethez kell igazítani a mezőgazdasági oktatást, intézményvezetőkkel találkozott az agrárminiszter Szekszárdon. Felzárkóztatás, hátrányos helyzetű munkavállalóknak segít a Tolna megyei önkormányzat. Élő hagyományok, bukovinai székelytáncversenyt tartottak Bonyhádon. Születésnap, 30 éves a televíziózás Szekszárdon. Kedden borús, hideg, nyírkos idő lesz szitáló, szemerkélő esővel. Az esti időszakban élénkülő északi szélre van kilátás, és a csapadék átválthat havas esőre, majd éjjel akár hószálingózásra, gyenge hóesésre. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!